Geri, hát a kedves stadionotok lesz az MTK stadionja? Igen, itt szereztem az első Fradis gólomat is amúgy, és két bajnoki címet itt ünnepeltünk. Úgyhogy szeretünk idejönni, de most ugye derbi, tehát ismét bajnokként vegyünk a derbire. Úgyhogy nagyon egybe, mint hogyha a tavalyi év az most lenne. Nem dünnyögött senki, egy játékos se, hogy kevesebbet játszik, vagy többet, vagy fáradt, vagy nem. És tényleg ezt együtt értük el, úgyhogy örülök neki, hogy második zsinórba, ugye ha jól tudom, 24 év után, úgyhogy tényleg nagyon boldog vagyok. Főleg a második félidei játékunk alapján teljesen megérdemelten nyertük meg a mai mérkőzést. Nagyon boldogok vagyunk, örülünk, hogy tényleg pontot tudtunk tenni a bajnokság végére, úgyhogy most felszabadultan le kell játszanunk még ezt a három mérkőzést, ugye figyelni arra, hogy a hazai veretlenségünket azért tovább tudjuk nyújtani, hiszen azért ez egy kis cél még itt a hátralevő mérkőzéseken, és nyilvánvalóan ki kell élveznünk azt, hogy ezt a picit furán alakult bajnokságot ugye sikerült megnyernünk, úgyhogy nagyon örülünk neki, és bízom benne, hogy az összes fradi szurkolónak örömet szereztünk. I'm very happy for the win, and this is the most important. Yeah, I didn't plan, but I don't know, it just happened. I learned from the best. This time he scored, I said we need to switch. He plays striker, I play defense. You see it, you change. Everybody knew that we fought this match. Tudtuk, miről van szó, szóval maximumot kellett nyújtani, ezt tudtuk az elején, és azért mondtam mindenkinek, hogy nincs messze, nyerni kell. Figyelj, bajnoki címet nem tudom, nem lehet megmagyarázni, tényleg ez egész éves munka ment bele, bomba. Nem tudok mit mondani, tényleg óriási. De neked mennyire volt különleges így? Hát én azt gondolom, hogy így a sok szidás után ez egy kicsit valamilyen revans volt, hogy potti... Nem szittak, téged szittak csak. Egy kicsit revans volt, hogy potti tudtunk bajnokok lenni, és örülök, hogy végre megvan 31-dik. És úgy mehetünk erre az utolsó három mérkőzésre, hogy nyugodtak vagyunk, és nincs már rajtunk stressz. Még a kapitányi karszalagot is megkaptad a csere után, ez mennyire fontos neked, vagy mennyire volt különleges úgy az utána a játék? Hát ugye addigra már nagyon-nagyon fáradt voltam, viszont mikor rám tették a csapatkapitányi karszalagot, új erőre kaptam, és azt éreztem, hogy nem tudok innentől kezdve megállni. Lesz ma buli? Hogy ne lenne? Vicces! Dávid, hol lesz a buli? Nálam biztos! Én meg biztos eldobtam. Na hát akkor ez eldőlt! Holnap nincs edzés? Nincsen! Első szabad nap, aztán 3 hét után, úgyhogy most belehúzunk! Ezt még nem veszitek, bo!
megnyitóban a szív, a hétvégén is meg***** világot, és méltóképp megünnepeljük a bajnoki címet! Hajrá, Fradi! Hajrá, Fradi! A sport támogatója a Telekom.